Sziasztok! Ígérem, hogy ma utoljára jelentkezem, és előre bocsátanám, hogyha ez a mostani adás is megszakad, és nem érek a téma végére, akkor holnap újra vesszük ezt a Rhyme Time Live-ot. Tehát, hogyha megszakadnék, és nem tudnám elénekelni nektek a három dalt, illetve nem tudnám megmutatni ezt a három könyvet, amit láttam, akkor holnap lesz Rhyme Time Live. Hogyha viszont a végére érek, és itt vagytok velem, akkor köszönöm a figyelmeteket. Ugye az előbb sikerült, felolvastam a Fun with Food témakártyánkat, és az otthoni piknikezésre esett az első választásom. A gyerekek nagyon szeretik azt, hogyha egy ismerős játékhelyzetet egy ismeretlen új környezetbe helyezünk. Vicces számukra, és ki tudják élvezni ugyanúgy minden percét, viszont egy új környezetben ez sokkal izgalmasabb számukra. Az, hogy otthon piknikezzünk, az elsőre egy picit furának hangozhat, de nyugodtan vágjatok bele. Hogyha itt vagytok és néztek közben, akkor kérlek nyomjatok szívecskét. Hogyha nem vagytok már itt, akkor sajnálom, hogy megszakadtunk, és lesz majd egy összefoglalója mindenképpen ennek a mai adásnak valahogy egybe, egy videó. De visszatérve a piknikezésre, ugye otthon nyugodtan elővehettek egy kis plédet leteríteni. You can place out a blanket on the carpet in the living room or in your kids' room. És elkezdhettek oda kipakolni. Ugye babakonyhás eszközöket említettem korábban, de hogyha ebből éppen nincs otthon, vagy nem elegendő, akkor nyugodtan elővehetitek a nagy konyhából azokat az eszközöket, amik biztonságosak, és ezeket is használhatjátok. Az otthoni piknikezésnek is két verziójára gondoltam. Az egyik az, amikor kiterítesz otthon egy takarót, viszont igazi ételeket használsz, amit hát lásd meg, hogy nálatok otthon a szőnyeg, vagy a te lelki erőd és türelmed mennyire bír, hogyha esetleg igazi étellel elkezd a kicsit játszani, akkor ezt hogyan tudod viccesen kezelni, és nem fajul el a dolog, és nem lesz egy negatív kimenetele. Amit én jobban ajánlok, az, hogy játékételeket használjatok. Nyugodtan keverheted ezeket, tehát elővehetsz legóból ételeket, nekünk elég sok ilyen zöldségforma van, elővehetsz műanyag ételeket a babakonyhából, vagy akár, hogyha nincs otthon ilyen eszközötök még, semmilyen babakonyhás háttérrel nem rendelkeztek, akkor fogjatok egy valamilyen reklámújságot, meg egy kartont, válasszátok ki azokat az ételeket, nem sokat, 4-et, 5-öt, 6-ot, aminek te szeretnéd, hogyha gyakorolnátok a nevét, és ezzel ebbe azért vont bele a gyermekedet olyan szempontból, hogy olyan ételek legyenek, amiket ő szeret, amivel szívesen játszik. Nálunk például az Ákosnak biztos, hogy a túrorudi lenne az egyik kedvence, aminek mondjuk nem tudnám az angol megfelelőjét, de azt hiszem, hogy nem is akarnám lefordítani, mert ennek az a neve, hogy túrorudi. De választhatok ki 4-5-6 olyan ételt egy bevásárló újságból, mi ezt, egy Tesco, egy Osan, egy Spár, egy bármilyen újságból, amit aztán kivágtok, ráragasztotok egy kartonra, és már is lehet vele játszani. Ugye akár a piknik, vagy pedig egy másik ötlet még az, hogyha boltosat játszotok, és ezeket az ételeket adjátok, veszitek, és akkor feltehetsz a gyermekednek kérdéseket ezzel kapcsolatban. Ugye a piknikezésen kívül a második ötlet ezen a kártyán az volt, hogy készítsünk arcot. És ez elég vicces, mert ugye a múlt heti témánk a homokozás kapcsán azt is véletlenszerűen húztam ki, és aztán ezt a mait is, és mégis mind a kettőben felmerül ez, hogy az arcnak a mintáját azt használd a játékban. Ugye múlt héten a homokozás kapcsán rajzoltunk a homokba formákat, illetve arcokat, és használtuk is az egyik dalt ehhez. Kérlek, hogyha nézted a múlt heti adást, akkor írd most meg kommentben, hogy melyik volt az a dal, amelyiket használhatjuk egy bármilyen archoz vagy testrészekhez kötődő játékban. De itt most a Fun with Food téma kapcsán is előkerül az, hogy felszeletelt zöldségekből vagy gyümölcsökből készítsetek tányérre egy arcot. Tetszik nekem ez, hogy itt a kártyán azt olvastam, hogy make eyes with slices of kiwi fruit, use an orange for a smiley mouth. Ugye már is itt van egy kifejezés, amit lehet, hogy elsőre mondjuk úgy mondtál volna, hogy smiling mouth. Viszont a kártyán én azt olvasom, hogy smiley mouth. És igen, Ágnes, közben köszönöm a kommentedet.
A Head, Shoulders, Knees and Toes volt az a dal, amit múlt héten használtunk, mert ugye itt az Eyes and Ears and Mouth and Nose, Head, Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes, ez volt az a dal, most csak dalrészlet, amit használtunk, és ehhez a játékötlethez ezt használhatjátok otthon, és megnevezheted a színeket is, és mondhatod azt, hogy Smiley Mouth, vagy Cheeky Nose, vagy Sharp Ears, Blue Eyes from Blueberries, Red Mouth from the Slice of Apple, You can make hair for the face, maybe from the peeled fruit, ugye itt felmerül az is, hogy ugye meghámozzuk esetleg a gyümölcsöket, és most direkt váltok át ide-oda magyarul és magyarul-angolra meg vissza, azért, mert ugye itt most egymás között vagyunk felnőttek, és azt gondolom, hogy ez nem zavaró, viszont kérlek, hogyha angolozol otthon a babáddal, a gyermekeddel, akkor amikor van egy lehetőség arra, hogy angolozzatok, akkor egy 10-15 percre maradj meg az angolnál. Ne csináld azt, amit most én csinálok, hogy átváltasz magyarul angolra és vissza. Ezt én most azért csinálom, hogy itt a különböző helyzeteket átbeszélve tudjak példamondatokat is adni nektek. Viszont amikor a gyermekeddel játszol, akkor kérlek, hogy folyamatos angolra törekedjél, és olyan szavakat, kifejezéseket próbálj használni, amiben magabiztosan meg tud nyilvánulni a te angol tudásod, és amiben be tud kapcsolódni a gyermeked az adott téma kapcsán. Jó, tehát a Inside Picnic, ez volt az első játékötlet, a Making a Face Out of Sliced Veggies and Fruits, és a harmadik ötlet pedig a Color Game with Food. Ugye itt használhatunk színes tányérokat is, ahhoz, hogy az adott színekhez csoportosítsuk a gyümölcsöket és zöldségeket. Valamint az jutott még eszembe, hogy ne csak zöldséget vagy gyümölcsöt használj, hanem elővehettek esetleg olyan finomságokat, ami esetleg akár még egy pici ételfesték is van benne, de színes, és ezt be tudjátok csatlakoztatni a játékba, és mondjuk elővesztek egy kekszet, ami sárga, és akkor azt odarakjátok a sárga dolgok mellé, vagy előkerül mondjuk valamilyen, nem is tudom, gabonapehely, ami mondjuk csokigolyó, egy Nesquik, vagy bármi, ami barna színű, és akkor ezeket is társítjátok. És ehhez a három játékötlethez szeretnék most három dalt is mutatni nektek. Mindegyik olyan, ami használható szerintem a magyar konyhában is, és amit még szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy nem csak a játszás közben. Ugye a kártyán azt olvastuk, hogy helping him to enjoy meal times. Having fun with food can help your child to enjoy meal times. És szerintem ez nagyon fontos mindkettőtöknek, hogy az igazi étkezések azok élvezetesek legyenek. És lehet, hogy most halljátok a háttérbe, hogy Ádám felébredt, nem tudom, hogy visszaalszik-e még, hogyha nagyon sír, majd akkor kiszaladok érte, és itt becsatlakozik hozzánk. De szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor étkeztek otthon, akkor az élvezetes legyen a gyermeket számára, és hogyha éppenséggel nem annyira nagy kedve, nagy étkű, vagy nehezebben megy neki valamilyen új falatnak, vagy íznek a megkóstolása, akkor ezt próbáld meg játékossá tenni a számára. Használj hozzá dalokat, akár angolul is, és ehhez is van egy nagyon jó ötletem, de ez majd csak a harmadik dal lesz, amit megmutatok nektek, és gyorsan azért még egyszer elmondom, mert itt közben látom, hogy többen jöttetek újak, hogy a Fun with Food témát dolgoztuk föl, és a három játékötletünk még egyszer, tehát az Inside Picnic volt, a Making a Face Out of Fruits and Veggies, és a Color Game with Foods, ugye amikor színek szerint csoportosítjátok. És akkor most jöjjön ez a három dal, amivel készültem. Az első, és most próbálom egy picit úgy helyezni a kamerát, hogy egy picit hátrébb megyek, hogy lássátok. Az I'm a little teapot. Ugye a tea, meg a teapot, meg az egész teázás, az egy nagyon alapvető dolog az angol száz kultúrában, és a gyerekek is nagyon szokták szeretni ezt a dalt. Hogyha most az ölembe ülne Ádám, akkor átölelném őt, és így ringatnám egy picit, és a kis kezét használnám úgy, hogy az egyik keze lesz a teáskannának a fogantyúja, a másik keze lesz pedig a teás kancsónak a csőre, amiből kiömlik a tea, és akkor valahogy így énekelnénk ezt a dalt.
I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle and here is my spout. When I get all steamed up, hear me shout. Tip me over and pour me out. Tehát kidőlünk oldalra, van benne egy ilyen kis hintázás, ritmusosság, játékosság és egy eldőlés. És ennek a dalnak van egy második verszaka, a rhymetime órákon is így szoktuk énekelni, ez pedig így hangzik. I'm a clever teapot, yes, it's true. Here is an example of what I can do. I can change my handle to my spout. Tip me over and pour me out. Most kiszaladok, behozom Ádámot, mert nagyon sír szegényke, és biztos, hogy a következő két dalt ő is élvezni. Addig kérlek, hogy írjátok meg kommentben, hogy ismertétek-e már ezt a dalt, I'm a little teapot, illetve, hogy tudjátok-e mind a két versszakát. Ugyanis lesz egy olyan oldal, egy olyan honlap mindjárt betegelve itt kommentbe, ahol minden hasznos információ a mai Rhymetime live adásból fönt lesz, ez a rhymetime.hu/live, úgyhogy itt fönt lesz minden dallista és szószedet, de kérlek, hogy írjátok meg, hogyha ismertétek ezt a dalt. Ötig számoltok, és jövök vissza. Vannak a többiek. Sziasztok! Tehát a rhymetime.hu/live oldalon ott lesz minden komment, és Ádám még egy picit kiavatlan, burb, na már is itt egy szó, amit tanulhatunk a konyházás kapcsán, ugye burb, és a dalok után mindjárt ki is térek erre, hogy milyen szavak azok, amiket szerintem használhattok. Tehát ugye az I'm a little teapotot, ezt valahogy így mutogattam volna Ádámmal, hogy így tartottam volna a kis kezecskéjét, és aztán elborultunk volna az egyik oldalra, meg a másik oldalra. A második dal, amit hoztam nektek a konyházás kapcsán, az a Five Little Cookies in a Bakery Shop. Good morning, sziasztok! Igen, ezt is énekelhetnénk, de most nem ennek van itt az ideje, hanem tapsikolni fogunk. Ugye múlt héten, és most kérlek megint... írd meg kommentben, hogyha múlt héten láttad az adást, és melyik dal volt az, amelyiket kapcsolhatnánk a babakonyhás, illetve az étkezéses témához is, és amiben ez a mozgás szerepelt. Na, melyik volt ez a dal? Ma egy másikat hoztam, de hasonló a mozgás egy picit. Írd meg kérlek, hogyha tudsz erről a dalról, amit múlt héten használtunk. Na, és akkor most a Five Little Cookies in a Bakery Shop. Ez így fog kinézni, hogy tapsikolunk hozzá egy picit, és ehhez a dalhoz egyébként én úgy képzelem el legjobban, hogyha több gyerek van, akkor itt a 5, 4, 3, 2, 1-nal végig lehet menni a gyerekek nevén, de hogyha ezt összekapcsoljátok mondjuk az Inside Picnicnek a témájával, akkor lecsücsülhet hozzátok a piknikhez a maci, a kutyus, a zsiráf, állatok, játékok, amiket a gyermeket szeret, és őket végig lehet nevezni. És igen, most már itt látom is közben kommentben, hogy melyik volt a múlt heti dal, ügyesek vagytok, szintén Ágnes újra, köszönöm a kommentedet. És akkor úgy mutatjuk, hogy five, így mutatom, Ádám is látszik, five little cookies in the bakery shop, shiny and bright with sugar on the top. Along came Adam with a penny one day, bought a cookie and took it away. And now we go down to four. Four little cookies in the bakery shop, shiny and bright with sugar on the top. Along came Barbie with a penny one day, bought a cookie and took it away. Jó, és akkor ezt, ahogy éneklitek, mondjuk lehet az, hogy along came Teddy, Crocky, Poppy, Dolly, mik lehetne még, giraffe, rabbit, hippo, tehát használhatok neveket,
Vagy akár leülhettek családilag, és ez is egy jó gondolat szerintem, hogy bevonni a családot az angolozásba, és végig énekelni úgy, hogy daddy, mommy, sister, brother, baby, és úgy angolozni egy picit. Ádám még itt egy kicsit, ahogy a férjem mondaná, bútol. Sejthetitek, hogy mi a férjem foglalkozása, hogyha nálunk bútolnak a gyerekek ébredés után. Ezt ne írd meg kommentbe, kérlek. Tehát I'm a little teapot, és five little cookies in the bakery shop, és amit még ismételhetnénk múlt hétről, ez a Pattycake Bakersben, amiben ugye szintén ez a mozgás volt, és lehetőséged van arra, hogy along came daddy, igen, ez is lehetne, lehetőséged volt arra, hogy ne csak énekelve, hanem mondókával is elmond. És a harmadik dal, amit hoztam nektek, és szerintem egy 5 perc is végzünk, nem nagyon akarok kicsúszni, Ádámnak nagyon tetszik a kamera, az a Do You Like Broccoli Ice Cream? Ugye ez nem egy klasszikus angol szász ének, hanem ez egy modern gyerekdal. És szerencsére nagyon-nagyon sok versszaka van, és ezeknek az énekeknek a szövegeit letölthetitek a rhymetime.hu per live oldalon, úgyhogy kérlek, hogy itt kérjétek el az élő adásnak az anyagát. Ezt a dalt én azért szeretem nagyon, mert van benne egy kis fricska, ugye egy olyan broccoli ice cream, egy olyan ötletet ad, hogy összekeverünk két össze nem illő ételt. És ugye a dal így hangzik, és hogyha esetleg tudod, hogy ki a szerzője ennek a dalnak, hogyha gyakorló baba angolos anyuka vagy, akkor biztos ti is használjátok a YouTube-on ezt a csatornát, akik megcsinálták a Do You Like Broccoli Ice Cream dalt, akkor kérlek, hogy írd meg kommentbe, hogy melyik ez a társaság, és hogy ti szeretitek ezt a dalt, illetve akár azt is, hogy a 4 ismert videóverzió közül melyiket, de egyébként minden 4-et megtaláljátok majd a Rhymetime Live-nak az aloldalán. Tehát, hogy a dal így hangzik, és ami még nagyon jó, hogy vannak hozzá letölthető flashcardok, amit kinyomtathatsz otthon, és így még jobban életre kell, de enélkül is nagyon jól használható. Nagyon egyszerű a dallama, és egy nagyon jó kérdésformát gyakoroltat. Do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. És használja ezt a thumbs up és thumbs down. Igen, SSS, de mi ez az SSS? Kérlek, hogy írjátok ki telibe, hogy a többieknek is hasznára legyen, és rá tudjanak keresni. Tehát, do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Mm-mm. Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? Ooh, no, I don't. Yucky. És ez a yucky, ez az én fiaimnak a kedvence lett egyébként. És van is fönt egy videó valahol itt összem a Facebook oldalunkon, ahogy az Ákos ül a fürdőkádban, és éppen babakonyhásot játszunk a fürdőkádban angolul, és éneklem neki ezt a dalt, és akkor azt mondja, hogy yucky! És szerintem ez azért nagyon jó, mert a valós étkezések kapcsán is felteheted ezeket a kérdéseket a gyermekednek. Do you like this? Do you like that? Yes, I do! No, I don't. No, you don't. Why not? Come on, I like it. You can taste it. Take a bite. Let's try it. És a yummy meg a yucky kifejezések azok baba angolban szerintem nagyon jól használhatók. Ezen a 3 dalon kívül azt gondolom, hogy ugye ígértem nektek, hogy egy kis szólistával is készülök, és tényleg bekészítettem ide magamnak egy csomó baba konyhás dolgot, amiből egy párat biztos, hogy most Ádám meg fog kaparintani, de ezért szeretnék rajta végigmenni. A célom ezzel a listával nem az, hogy megtanuljatok 30 új konyhai eszköznek a nevét angolul, hanem az, hogy választ ki belőle azt a 4-et vagy 5-öt, ami a ti baba konyhátokban ott van, vagy ami a saját felnőtt konyhádban olyan eszköz, amit oda mernél adni a gyermeket kezébe, és tudnál vele játszani, megengednéd neki, és ezeknek a nevét tud angolul. De most vegyük sorra. Ugye ez a kis mérőpohár, ezt én most baba konyhából nyúltam, ez a measuring cup, aminek egy kisebb verziója lehet, mondjuk a measuring spoon, ugye, hogyha egy mérőkanalat használsz. Aztán ugye itt egyből akkor a spoon, illetve a fork, és a knife, amiket lehet használni.
Hogyha sütit süttök, akkor ugye ezek a kis formák, és itt majd megint még kitérek egy játékötletre, szerintem sejtetitek ebből, hogy melyik az, ezek az úgynevezett cookie cutters, tehát süti nyomó formák, amiket használhattok. Ebből is ugye rengeteg van. Aztán lássuk csak, ugye őt úgy hívhatjuk, hogy cup, vagy esetleg glass, de inkább a cup szót javaslom, és amit pedig bögre, az vagy a mug kifejezés, vagy pedig a jar, az mondjuk ugye egy nagyobb, vagy szintén a cup, ugye a cup of coffee, ott is ugye a csészére a cupot használják, és a tea meg a kávé kapcsán pedig a kettle, ugye, vagy a teapot kifejezés, ez vonatkozik a kancsóra. Aztán bekészítettem én itt még nagyon sokféle színű babakonyhánkból származó tányérokat. Ugye őre azt használhatjuk, hogy plate, vagy pedig dish, ezt a két kifejezést. Ő itt konyhai kis kenőecset, ugye ez jobbfajta szilikonos, tehát ez biztos, hogy oda adnám a gyerkőcöknek is. Brush ecset, ugyanúgy, mint ahogy magyarul is a brush, illetve az ecset szót használjuk le. Aztán utána lássuk csak. Ezt már nem adnám oda, de a can opener, ugye konzervnyitó. Lehet, hogy van ilyenetek játék verzióban a babakonyhában, bátran használjátok. A reszelő, az a grader, és még egy-kettő, amit megmutatnék, ugye a peeler volt a hámozó. Ez nekünk egy kedvenc eszközünk, kicsi méretben is van nekünk itthon a babakonyhában, csak most éppen nem találtam meg. Ez a whisk névre hallgat, a habverő. Ádám már nem tudja, hogy melyik kezére nyúljon érte, de majd mindjárt rájön szerintem, tehát whisk. És ami még szerintem hasznos lehet, babakonyhában is szoktak ilyen formájú eszközök lenni, csak picibe, ez a pasta server, ugye ezek a különböző tálalók, és amit még ide kikészítettem, pici méretben, az ez a nyújtófa, aminek most komolyan mondom, hogy nem jut eszembe a neve, de kérlek, hogy írd meg kommentbe, mert ez is egy nagyon fontos eszköz, és ezzel most segítesz nekem is, itt lányos zavaromba. És ugye a nyújtófa, illetve ez a cookie cutter együtt a legjobb eszköz arra, hogy gyurmázzatok otthon. És hogyha ott is készítetek esetleg a színes gyurmából különböző ennivalókat, akkor azt is meg lehet nevezni. Egy pár olyan eszköz még, ami előkerülhet a konyha kapcsán, ugye egy babánál előkerülhet az, hogy bib, mint mondjuk az előke, illetve a burping, jöhet az, hogy taste a food, vagy take a bite, drink a little bit, eat a little bit, rolling pin, nyújtófa, köszönöm szépen, ugye roll, 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 mert körbe-körbe forog, és ehhez is egy csomó dalt tudnánk használni, és bátorítalak arra, hogy használj is dalokat, mert az, hogy én most három dalt mutatok, az nem azt jelenti, hogy a babakonyházáshoz három dalt lehet használni. Ugye itt most jöhetnének még olyan dalok, amiket majd egy következő téma kapcsán fogunk felhasználni, de látjátok, már is itt van az, hogy múlt héttől a pat a cake, a homokozáshoz, az most ugyanúgy itt lehetne a babakonyhás témában. Nagyjából ezek azok a szavak és témák, amiket szerintem lehet, illetve játékötletek, amiket lehet kapcsolni a babakonyházáshoz, és ugye könyveket is igyekszem nektek mindig mutatni. Visszafelé látjátok, tudom, de ezért mutatom. Itt lesz mindjárt a rhymetime.hu per live oldalon ennek a könyvnek is a linkje. Ezt a könyvet azért szeretem nagyon, most csak az illusztrációját próbálom mutatni, mert ilyen gyurma figurákat használ illusztrációnak. Süti receptek vannak benne leírva, nagyon jó kifejezéseket használnak, nagyon egyszerű sütik vannak benne, amiket tényleg, ez a Félixnek a könyve konkrétan, és mi szoktunk ebből sütni, főzni itthon. Egyszerű receptek, viszont nagyon-nagyon jó olyan kifejezések, amiket aztán lehet használni. Ez is ugye egy ilyen keményebb boardbook, tehát bátran van most itt a kezembe Ádámmal. És például most itt mutatok közelebbről egy oldalt, tényleg csak azért, hogy lássátok, hogy különböző lépésekbe mutatja be a sütés-főzést, és ilyen kifejezéseket használ, hogy sift the flour into a big bowl, cut the butter into chunks and add it to the bowl, rub the rubber into the flour with your fingers until it looks like breadcrumbs, mix the egg yolk
and water in a small bowl. Put 2 tablespoons of it into a cup of leather. És így tovább, és így tovább. Nem fogok most több süti receptet felolvasni, de nagyon jó kifejezések vannak benne. Egy egyszerű kis könyv, de szerintem nagyon-nagyon jó. Aztán egy másik könyv, amit hoztam nektek. Egy picit elrugaszkodva a konyházástól, de mégis jó. Little Book of First Experiences. Ezt a könyvet azért szeretem nagyon, mert életszerű témákat használ, egy család életén keresztül bemutatva. És mindjárt elveszem már itt az Ádámtól ezt a whisket. Give it to mommy, come on, it's not safe. Let's use a tablespoon, okay? Tehát olyan helyzeteket használ ez a könyv, ami a gyerekek számára ismerős vagy ismeretlen, és úgy olvashatjuk benne a meséket, hogy a nagy kép és kicsi szöveg, kevés szöveg kapcsán elég gördülékenyen lehet olvasni, és szintén olyan kifejezéseket megtanulni belőle, amik kulcsfontosságúak szerintem ahhoz, hogy babaangolt valósíts meg otthon nap, mint nap. És akkor a harmadik könyv, és ebben most lesz egy trükkös dolog, az egy nagy könyv, és ne lepődj meg, hogy a címét németül látod. Ennek a könyvnek, ez is egy Asborn könyv, de a német verziója, az angol címe az, hogy A Thousand Things to Eat, és tényleg szó szerint 1000 dolog, és ezt most csak a képi illusztrációkat akarom benne megmutatni, 1000 ételnek a nevét sorakoztatja föl. Ádám közben nem bírja, hogy kimarad az adásból, de azért próbálom mutatni. És természetesen ennek az angol verzióját ajánlom nektek. Gyümölcsök, zöldségeknek a nevei, tényleg egy iszonyat jó, szép, színes változatban. Húsok, halaknak a nevei, és ebből a könyvből egyébként 3 oldalt megosztok veletek a rhymetime.hu per live oldalon, letölthető formában. Sajtoknak, felvágottaknak a nevei, édességeknek a nevei, készételeknek a nevei, és majd még próbálok ebből mutatni egy párat, hogyha Ádám engedi. Ez is egy nagyon-nagyon hasznos könyv szerintem, mert olyan... És a végén aztán van egy szószedet arról az 1000 szóról, amit tartalmaz. Egy picit még azért próbálok itt most mutatni belőle, hogy lássátok tényleg, hogy nem egy mesekönyvről van szó, hanem tényleg egy picit ilyen lexikálisabbnak tűnő, de nagyon-nagyon érdekes, meg színes, és ez is egyébként egy keményebb boardbook, tehát lehet kisebbekkel is már nézegetni. És azt hiszem, hogy a mai élőadás már 50 perce kéne, hogy tartson, és köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm, hogy becsatlakoztatok így a harmadik vagy negyedik próbálkozásomra is, örülök, hogy most már működik a wifi. És amit még szeretnék elmondani nektek zárásként, az az, hogy múlt héten is említettem már, hogy újabb őszi kihívásaink indulnak október 3-ától, amikhez azért éri meg csatlakozni szerintem, mert egy olyan heti rendszerességű módszertani anyagot kapsz különböző témák feldolgozásához, ami sokkal gördülékenyebbé fogja tenni a te angolodat, illetve a babáddal töltött angolozós időtöket. Lesz egy olyan kihívásunk, ami a szövegértésre gyúr, hogy úgy mondjam, és egy CD-s mesekönyvet használunk hozzá, amit meg is lehet hallgatni egyébként a dalokat felolvasva. Lesz egy olyan kihívásunk október 3-tól, ami szintén egy hangos könyvet használ, de szótanuló kihívásnak neveztük el, mert több mint 120 szót és kifejezést dolgozunk föl, és itt is természetesen dalokat használunk. És lesz egy harmadik kihívás is haladóknak, ami pedig igazából egy anyatanító, egy anyaképző kihívás, ami szerintem azért nagyon-nagyon fontos, mert magabiztosabbá fog tenni téged abban, hogy belevágjál, abban, hogy nem csak zenéket hallgattok, vagy meséket néztek otthon angolul, hanem meg is szólaljál a gyermekekkel is. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok, minden bukkanó és döccenő ellenére. Egy csomó minden van, amit még szerettem volna elmondani, de nem akarom a türelmeteket és az időtöket húzni. A rhymetime.hu per live oldalon fönt lesz minden tartalom, letölthető formában. Videók a dalokhoz, a 4 videó a Do You Like Broccoli Ice Cream dalhoz, azért, hogy egy pici ötletet adjon nektek ahhoz, hogy hogyan tudtok összekeverni ételeket, és tényleg bátorítalak, hogy ebben legyél bátor, és esetleg ne csak ételeket használj, hanem mondjuk azt mondod, hogy Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do.
do you like your teddy bear? Oh, yes, I do. And do you like teddy bear ice cream? És akkor ebből egy nagy nevetés lehet, és akár rajzolva, hogyha a nagyobb gyerkőccel vagy, akkor ezeket megeleveníthetitek, vagy pedig a 4 videóhoz tartozó flashcardot, ami letölthető a honlapról, azokat használhatjátok. És most elköszönünk Ádámmal. Nem köszönünk el, hanem még gyorsan kihúzzuk a következő témát a jövő hétre a kártyacsomagból. Most nincs itt nálam semmilyen eszközömbe, ezt belerakhatnám, de gyorsan oda se nézek, és húzok egyet. Próbálom mutatni és olvasni. Nature Walk. Hú, akkor reméljük, hogy jó idő lesz, és ismét kimozdulunk. Nature Walk téma. Szerintem amire számíthattok az az, hogy bogaras, meg természethez közeli dalokat és játékötleteket fogok nektek hozni, hogyha Ádám nem eszi meg a kártyámat. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és akkor this is the way we say goodbye, say goodbye, say goodbye. This is the way we say goodbye, early in the morning. Goodbye and see you next week.